Köszöntöm a kedves nézőket! A mai előadásunk címe az, hogy teremtés mítoszok. Azért többes szám, mert a nyugati vallásokkal ellentétben, amelyek igazából egy teremtés mítoszt fogadnak el, vagy egy tanítást fogadnak el erről az ószövetségi genezist, a hinduizmusban szinte megszámáltan sok teremtés mítosz olvasható a legkülönbözőbb korokból és a legkülönbözőbb jellegű szövegekben. A legősibbek még a Rigvéda himnuszaiban. De találunk ilyen teremtés történeteket, mítoszokat a Brahmanákban, a papi könyvekben, az Upanishadokban, amire most elsősorban majd kihegyezzük az előadást, de sokkal későbbi más jellegű szövegekben és a Puránákban, a későbbi hindu mítoszokban. Ez a hindu gondolkodás nem zavarja, nem is próbálták őket egységesíteni. Igazából az volt a felfogás, hogy számtalan variánsa, változata lehet az isteni kinyilatkoztatásnak, és ezek nem feltétlenül szükséges, hogy logikailag egymásnak megfeleljenek. Amire most összpontosítani szeretnék, az Upanishadokon belüli teremtés mítoszok. Hát itt is egyébként találunk egy jó párat. A közös vonásaikat azért gyorsan elmondanám, mielőtt a legelsőt meghallgatnánk. Az egyik közös vonásuk az, hogy a teremtés valahol az istenségnek a hiányából, vágyából fakad, és sok esetben az istenség önsanyargatásából, esetleg az istenség, vagy valami isteni principiumnak a feláldozásából. Ez egy nagyon régi gondolat egyébként, más indo-európai kultúrákban is megtalálható ez a gondolat, hogy valami ősi lény, legelső ember feláldozásából lett a világ. A másik fontos szempont, hogy a legtöbb teremtés mítoszban nem kész létezőket teremtenek az istenek, hanem olyan principiumokat, amelyek aztán saját maguk is tovább teremnek. Tehát a teremtő tovább teremtőket hoz létre. Ez a klasszikus hindu filozófiának egyes ágaiban is felbukkan ez a gondolat. Ami a talán legismertebb, vagy legsokat mondóbb, és egyben a legrejtélyesebb teremtés mítosz, az a Brihadáranyaka Upanishadnak a nyitánya. Én most elsősorban erre fogok összpontosítani. Egyébként ezt az Upanishadot gyakran használjuk az előadások során. Talán a legfontosabb és a legnagyobb tiszteletben álló Upanishad. Később aztán a klasszikus hindu papi filozófia Vedanta az alapvetően erre az Upanishadra építkezik. Akkor nézzük is meg, hogy rögtön mivel kezdődik a Brihadáranyaka Upanishad. Egy mantrát találunk az elején, ez talán a leggyakoribb, legismertebb, hát tulajdonképpen folyamatosan recitálandó, és a legtöbbet mondó mantrája a hindu filozófiának, ami magyarul az én folytásomban így hangzik: Om, teljes az ott, és teljes az itt. Teljesből teljes felemelkedik, teljes a teljestől elszakad, teljesen mégis megmarad. Béke, béke, béke. Ezt azért elmondom szanszkritul is. Om, Purnamadah, Purnamidam. Purnát, Purnamudacsyate, Purnasya, Purnamádája, Purnamibhavasisyate. Shanti, Shanti. Hát nyilván nem a legszebb recitáció, amit én itt produkálni tudok, úgyhogy be is vágnánk egy kis zenei aláfestést, hogy rengeteg feldolgozása van ennek a mantrának. Amit most hallani fogunk, az egy picit már modernebb hangszerelésű, de nagyon-nagyon szépen visszaadja ennek a bölcsmondásnak a hangulatát, amit aztán utána magyarázni is fogok.
Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnameva. Nos, hát akkor vizsgáljuk meg, hogy miről is szól ez a versza. Itt is szembetűnőek a mutató névmások. A teljes az itt, teljes az ott. Ezt már egy előadásban említettem, hogy ezek a tanítások általában személyesek voltak, tehát ilyenkor a mester az felmutatott az égre és lemutatott a földre. Egy ellentmondásnak tűnő gondolat van ebben. Tehát, hogy egyrészt elszakad a fenti a lentitől, elválik tőle, de igazából ez illúzió, mert valójában az a fenti, ez mindig ugyanaz azzal, ami lent van. Magyarán a teremtő és a teremtett, ez végső soron nem különbözik egymástól. A világomban élünk, az Isten teste. Csak akként kell látni. Ezt már körbejártuk a Szatyakáma történetében, hogy hogyan ébred rá ez a később nagy tiszteletnek körben dópan, és hát filozofus arra, hogy mindaz, amit eddig látott és világnak tapasztalt, az nem más, mint az Istennek a teste töltése. Igazából talán azért is helyezik ezeket a mantrákat a konkrét tanítás elé, hogy mint egy látásmódba vagy tudatállapotba hozzák az Upanishad olvasóját, vagy emlékeiben felidézőjét ahhoz, hogy a további tanítások is megnyíljanak. És akkor nézzük meg, hogy hogyan folytatódik, pontosabban kezdődik el a Brihadaranyaka Upanishad egy nagyon nehezen elképzelhető képpel. A nyugati ember számára annyira elképzelhetetlen képpel, hogy a Upanishad válogatásokban, ahol nem a teljes szöveget fordítják, sokszor ezt teljesen kihagyják, hogy ez valami papi hülyeség, nem filozófia igazából, nem tartozik hozzá konkrétan a szöveghez. Miközben pedig ez az első kis rövid szakasz, amit mindjárt felolvasok, az borzasztó szoros kapcsolatban lesz rákövetkezendő teremtés történettel. És ez pedig így hangzik, hogy bizony, a hajnal pir az áldozati paripa feje, a nap a szeme, a szél a lélegzése, a minden ember tűze a torka, az éva teste. Az ég a háta, a levegő ég a hasürege, a föld a hasadomborodása. Az égtájak az oldalai, a mellék égtájak a bordái. Eddig még úgy látni is tudjuk valahogy ezt a képet, hogy az egész világ, amiben élünk, az egy nagy ló. És a lónak a különböző testrészei, azok a világnak a részeit jelentik, pontosabban azok hozzák majd létre. De innentől a szöveg egy picit kaotikussá válik, mert úgy folytatódik, hogy a mellék égtájak a bordái, az évszakok a tagjai, a hónapok és a félhónapok az ízületei, a nappalok és az éjszakák a patái, a csillagok a csontjai. Ezt már én nem igazán tudom így magam előtt látni, hogy akkor hány csontja van is ennek a lónak. A felhőzet a húsa. Abraka a sivatag homokja, erei a folyók, mája és tüdeje a hegyek, szőre a füvek és a fák. A nap felkelte az előső fele, a nap lemente a hátulsó fele. Megint egy picit látható a kép, hogy ez a ló keletre fekszik, a keleti óceánból jön fel, a keletre fekvő óceánból jön fel a nap, és akkor a hátulsó óceánból pedig a ott megy le. Itt egy közbeszúrok gyorsan egy
gondolatot, hogy a égtájaknak a szavai, azok úgy születtek a szanszkrit nyelvben, hogy egy hosszú vándorlási folyamat során azonosították be őket, tehát kelet felé vándoroltak ezek az indoárja törzsek, és ezért a kelet szava, a púrva, az azt is jelenti, hogy elől, meg azt is jelenti, hogy kelet. És akkor ennek megfelelően a nyugat, az meg hátul, a pascsima, tehát az hátul is, meg nyugat is. Tehát ez a ló arra felé fekszik, amerre a törzsek vándorolnak. Ha vicsorít, az villám, ha megrázza magát, az mennydörgés, ha vizel az eső, hangja a szó. Ebből a gondolatból, a szóból majd tovább fejlődik a teremtésnek a képzete. De még van utána egy nagyon fontos gondolat. A nappal később teremtetett a paripának előtte álló áldozó szilkeként. A nappal méhe a keleti óceán. Ezt megint értjük, a keletről kel fel a nap az óceánból. Érdemes megnézni egyszer egyébként, ilyen élmény ez, amikor a nap a tengerből kel fel keleten. Az éjjel később teremtetett a paripának, mögötte álló áldozó szilkeként. Az éjjel méhe a nyugati óceán. Ez a két szilke azért teremtetett, hogy az áldozati paripát körülvegyék. Itt most nem is folytatom ennek a leírásnak a következő két-három mondatát. Beleütköztünk valami megint érthetetlen furcsaságba, hogy egy szilke van a áldozati ló elé, orra pofája elé helyezve, és egy szilke van mögé helyezve, és ebből a szilkéből kell ki a keleti és a, pontosabban ez a két szilke, a keleti és a nyugati óceánból kell ki. Most a szanszkrit szövegben nem szilke van, pontosabban ez a szó nem szilkét jelent, a szanszkrit szövegben a mahiman, vagy mahimá szó van, ami azt jelenti, hogy nagyság, hatalmasság. Ez a új nyelvekben is megmaradt ez a szó. Hát ugye Mahatma Gandhi, biztos hallottuk ezt a nevet, ez a nagy lélek Gandhi. Tehát két szilke van előtte, és akkor gyanítjuk, hogy ebben a két szilkében valami hatalmasság van. Ez nagy valószínűséggel összefügg majd a szóma áldozattal, tehát az áldozat során nem minden, de némely áldozat során fogyasztott szómával, ami ezt a teremtésbéli hatalmasságot adja élményként. Visszautalva egy picit a korábbi időkre, Indra, a istenek királya, általában arra hivatott, hogy mindig legyőzze a szörnyűséges sárkányokat és démonokat és pusztító erőket, és nagyon sokszor előfordul, hogy erre nem képes, hanem iszik ebből a bizonyos szóma italból, és ez egy olyan hatalmat ad neki, amivel aztán sikeresen győzedelmet alak a ellenséges erők, leginkább ugye a vizet elapasztó sárkány démonok fölött. No, de olvassuk tovább ezt a teremtés mítoszt. Azt említettem már az elején az előadásnak, hogy az ellentmondások nem zavarják túlságosan az Upanishad filozófusokat. Tehát megtudtuk már az eddigiekből, hogy a világ voltak éppen egy hatalmas, feláldozott lóból van. Itt meg is állhatna egyébként a teremtés mítosz, és akkor megvan egy verzió. De nem áll meg, hanem újraindul a gondolkodás arról, hogy hogyan is lett bármi. És a szöveg így folytatódik. Kezdetben nem volt semmi sem. A mindenséget éhség és halál fedte be, mert halál az éhség. Akkor az éhség megalkotta magának az észt, hogy megtestesüljön. Ezután ragyogva vándorolt, mert ragyogott, megszületett a víz. Azt gondolta, a ragyogás örömömre szolgált. Így keletkezett a ragyogó víztükör. Öröme lesz annak, ki tudja, hogy miből lesz a ragyogás. A szöveget olvassák, itt megint egy szójátékkal találkozunk, ugye a ragyogás arcs, rücs,
és az öröm egyik ritka szava, ka, összeolvadásából keletkezik az a szó, hogy arka, ami szintén a víznek valami régi neve lehet. Itt azért egy picit álljunk meg, mert egy nagyon fontos elem bukkan fel, mégpedig az, hogy a teremtés az valami hiányból jön létre. Ennek több verziója van a teremtés mítoszokban. Ebben a szövegben azzal találkozunk, hogy éhség és halál van. Tehát valami, ami még nincs, éhezik. Ezek a legnehezebb kérdések a kozmogóniákban, hogy mi az oka annak, hogy az Isten egyáltalán teremt? Tehát miért nem jó az úgy neki teremtés nélkül? Erre a Bibliában sem kapunk nagyon választ a Genezisnek a leírásában. Az indiai szövegekben általában hiány, vágy, örömre vágyás motivációk bukkanak fel. Valószínűleg azért, mert visszavetítik a transzcendens dimenziókba az alapvető emberi ösztönzéseket is, tehát bármi akkor jön létre egy ember életében, legyen szó gyermekről, vagy bármely más alkotásról, hogyha afelé vágy, kívánság, hiányérzet vonza. A régi upanisádokban ez nem negatív kategória. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert van egy másik tradícióvonal, az aszketikus tradícióvonal, ami pontosan a vágy, a hiány, a szomj megszüntetésére irányul. Például a buddhizmus is pont ilyen. De itt ez egyáltalán nem gond, nem probléma. A másik nagyon fontos megjegyezni való, hogy először ez az éhség szimbólummal jelzett hiány egy intelligens principiumot teremt, az észt. Tehát nem a földi lételemeket, hanem valami még az anyag előtti, vagy az anyagon túli, vagy a tárgyin túli intelligens principiumot, ami majd meg fog ismerni. És a megismerése révén jön létre bármi. Sőt, a megismerésével teremt bármit. Erre a gondolatra még visszatérünk. Mert ragyogás a víz. A víznek föle lett, az megcsomósodott, ebből lett a föld. Ő fáradozott ezen, és mert fáradozott, mert felhevült, ereje és verítéke tűzzé változott. Tehát létrejön egy újabb, tovább teremtő principium, a tűz. Három felé osztotta magát. Harmadából tűz lett, harmadából nap, harmadából szél. Három részes lélegzetként szétfolyt mindenfelé. Vagyis elkezdte immár a konkrét teremtményeket létrehozni. Ezeknek az ősi teremtő principiumoknak, mint hő, meg víz, meg a föld, szintén egy régi megfigyelés az oka. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a hőségből, az aszályból megszületik a víz. Ezt mi is ismerjük, amikor egy nagyon nagy nyári kánikulába érezzük, hogy már lóg az eső láb, és akkor egyszer csak elkezd dörögni az ég, és jön a zivatar. És az a víz lehullik a földre, és a földön serkenti a füvet, meg a veteményt, tehát étellé lesz. Hát a természetben élő népek számára, akár nomadizáció folyik, akár már földművelés, ez a legfontosabb kozmikus folyamat, hogy a hőségből víz legyen, és a vízből pedig, hát idézőben föld, vagyis étel, mert ebből legelnek majd a nyájak, és ebből szaporodnak majd a nyájak, és akkor ezt az ételt fogyasztják az emberek. Érdekes ez a kis betét olyan szempontból is, hogy mintha elugorna a lóáldozat előző szakaszától. De rögtön vissza is pattan, mert így folytatódik, hogy most már egyértelműen visszautalva a lóra, hogy fejéből lett a keleti égtáj, itt és ott voltak előső lábai, megint ez a mutatónév más, tehát
a transz állapotból a genezist mesélő hirtelen megint egy konkrét szituációban találja magát, és mutogatja Lónak a különböző testrészeit. A farkából lett a nyugati égtáj, itt és ott voltak hátulsó lábai. A két oldalából lett észak és dél, hátából lett az ég, hasüregéből a levegőég, szügyéből a föld a vizekkel támaszkodott. Itt köti össze a két teremtés mitosz töredéket. Ez egyébként azt is jelentheti, hogy ezek a teremtés mitoszok nem biztos, hogy egyetlen időpillanatban egy ember gondolataiból jöttek létre, hanem ahogy teltek, múltak a generációk, újabb és újabb elemek születtek, és a később ezeket összekompilálták, összeötvözték egy látszólag koherens szöveggé. És megint előjön a vágy motívuma. És megint nem tudjuk, hogy kiről van szó, a lóról, vagy az őről, vagy az istenségről. Felkelt benne a kívánság egy másik test iránt. Ekkor az éhség, a halál ész alakban szerelmeskedett a szóval. Ugye ez megint egy eléggé elképzelhetetlen szürreális kép, hogy ez az intelligens principium, ez nem zeni kezd a beszéddel. A szó egyébként a vács, ami egy nőnemű szó, egy egyszerűs, mint istenség is. Tehát a teremtés vágyában az intelligens principium egyszerűen fogalmazhatnánk úgy is, hogy megszólal. Ez a szóval, igével teremtés gondolata az Új Szövetségben is felbukkan. A János Evangéliumnak az első sora, a szanszkritul, később a szanszkrit és lefett, az így hangzik, hogy Ádau vácsászít. Kezdetben vala a szó. Amit ugye mi leginkább igének ismerünk. A görögben a logosz szó szerepel, ami messze többet jelent, mint szót. Ebben a logoszban egyszer, mint benne van az értelem, az intelligencia. A kifröccsent, a szerelmeskedés folyik, a kifröccsent mag lett az esztendő, mert az esztendő addig még nem létezett. Tehát létrejön az idő. Egy évig volt vele viselős, azután megszülte. Amikor megszülte, az esztendő, bocsánat, amikor az esztendő megszületett, rányította a torkát, de az esztendő így kiáltott, bang, és ebből lett a beszéd. Ez még nem az a beszéd, amit most éppen én nyomok, hanem valami teremtő szó. Ez nagyon sok ponton felbukkan az indiai gondolkodásban, hogy az istenség kimondja a világot. Van egy olyan elmélet is, hogy az első szó, ez az ős robbanása a beszédnek, az póta, szó szerint egyébként pukkanást, robbanást jelent szanszkritul, és ezzel az put igével mondja ki az Isten a világot. És akkor kimondja, az meg lesz. Ez az elképzelés egyébként nagyon régóta és mélyen áthatja a mágikus világképet. Ahol nagyon komolyan azt gondolták, hogy a kimondott szavakból megtestesült lények lesznek. Sőt, bizonyos szavakat nem szabad kimondani, mert megjelenik az, amit kimondunk. A szanszkrit nyelvben a medve szó szerint madubuk. Ha ezt átfordítjuk oroszra, ott meg medvegy. A medvegy pedig azt jelenti, hogy mézevő. A madubuk is azt jelenti, hogy mézevő. Ez valószínűleg még a régi, nem indiai területen keletkezett szó. Egy olyan lény, aminek a nevét nem mondjuk ki, hanem körülírjuk, mert hogyha kimondjuk, akkor ez csak ott lesz a medve, ami veszélyes. Más hagyományokban, például a gyermek nem kapja meg az igazi nevét X esztendős koráig, és azért nem kapja meg az igazi nevét, hanem valami más néven, álnéven szólítják,
hogy nehogy az ártó szellemek, démonok ezt a nevet meghalva megtámadják a gyermeket, és megbetegítsék, esetleg elpusztítják. Tehát a teremtésben ott tartunk, hogy már megszólalt a teremtő, és a megszólalásával létrejött az idő. De rájött, ha mindössze ennyire vágyok, úgy ez az étel kevés lesz nekem. Megint visszautalok arra a gondolatra, hogy az étel az voltaképp a tapasztalni valót jelenti. Tehát az étel az a tárgy, a tapasztalni való lehet éppként egy tudati tárgy is. Az étel evője pedig a tapasztaló. Tehát nem volt elég ennek a teremtő principiumnak az eddig teremtett logosz és beszéd, úgyhogy elkezdte sorban-sorban kimondani a dolgokat, és ezzel a szóval, ezzel a beszéddel mindent megteremtett, ami csak létezik, a himnuszokat, a varázsigéket, a dalokat, a ritmusokat, az áldozó lényeket, és az áldozati állatokat. Tehát nem a földrészeket, vagy a folyókat, vagy a bolygókat, hanem az áldozat során használatos varázsigéket, ráolvasásokat, énekeket, áldozati állatokat, és az áldozókat, az embereket a legvégén. Tehát minden a feje tetejére van állítva. Tehát nem az történik, hogy létezik az ember, és az egészen odáig fejlődik, hogy már áldozatot is képes bemutatni, és fejből tudja az áldozati mondásokat, hanem ezek hamarabb voltak, mint az ember. Hiszen ezek mind voltak éppen tudati természetű, szellemi természetű létezők, amik a végén a konkrét embert is kimondják. Ezután úgy határozott, hogy mindent elemészt, amit csak teremtett. Mert mindent elemészt, ezért aditivel azonos. Megint egy szójáték, ugye mellékelt szövegben látható. A mindenség elemésztője lesz, a mindenség lesz az étke annak, ki tudja, hogy ez Aditi lényege. Aditi egy nagyon régi istennő, még a Rigvéda korából. Szó szerint végtelent jelent a neve. Ez a végtelen, mérhetetlen istennő szülte apa nélkül a fényistenségeket, tehát a napot, a holdat, Indrát és a többieket. Ez a gondolat egyébként, hogy a teremtés egy intelligens principiumon keresztül zajlik, nagyon sok későbbi filozófiai iskolában is felbukkan. Hát a legismertebbet, vagy a legfontosabbat említeném is, a Sankhya filozófiában, amikor a természet kibomlik a lélek számára, akkor az első teremtménye egy ilyen rejtélyes valami, amikor az egyik neve az, hogy buddhi, vagyis föleszmélés, ráébredés, de még nem konkrétan valamire. A másik neve pedig, hogy mahat, hatalmasság, óriási, roppant nagy valami. Ez ugyanaz a principium, olyan, mint a pénzérmének a két oldala. A buddhi a fej, a mahat az írás. És aztán ez a principium, ez a buddhi mahat teremtmény, teremti majd tovább a különböző szánka számára fontos lényegiségeket egészen a tapasztaló emberig bezárólag. És most nagyon izgalmas dolgok következnek, ugyanis mindjárt kiderül, hogy ez a teremtő Isten, jó, tiszta lét, ez tulajdonképpen belehal a teremtésben. Na, ez már jellegzetesen indiai gondolat. Hogy a teremtő azáltal, hogy mulandóvá válik, a mulandótlanból, ezáltal a halálnak is aláveti magát. És így lesz majd egy körforgás a teremtő és a teremtett között. A teremtő végtelensége egyediségbe pusztul bele, az egyedi pedig elpusztul és visszatér a teremtőbe. Tehát egymást feltételezik.
A szöveg pedig így folytatódik. Akkor arra vágyott, hogy ennél is nagyobbat áldozzon. Fáradozott és gyötrődött. Mert fáradozott, mert gyötrődött, kiszállt belőle a dicsőség és az erő. A dicsőség és az erő pedig életerők. Tehát elpusztult. Amikor kiszálltak belőle az életerők, felfúvódott a teste. Hát ahogy egy döglött ló felfúvódik. De az ész benne maradt a testben. Ez azért fontos, hogy azért történhessék még valami. Akkor arra vágyott, ez a félig meddig elpusztult ló, akiben benne van az ész, tehát tud vágyni, legyen ez a test alkalmas az áldozatra. Így akarok megtestesülni. És mert felfúvódott, paripa lett belőle, megint szójáték a asvat és az asva szavakkal, akkor így szólt, no, ez már alkalmas az áldozatra. Ezért hívják lóáldozatnak lóáldozatot. Bizony csak azt tudja a lóáldozatot, ki tudja ezt. Őrizte ezt a lovat, de nem kötötte meg. Egy évre rá feláldozta önmagának. A többi állatot pedig átengedte az isteneknek. Megmondom őszintén, én most nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy mi is történik, hiszen lóként feláldozta magát, elpusztult, felfúvódott, de aztán mégiscsak teremt tovább, és bemutatja a lóáldozatot. Ezért szól az összes istenekhez a Prajápatinak szentelt áldozat. Bizony a lóáldozat a napmeleg, teste az esztendő, a földi tűz, az oltártűz ragyogása, teste a világok. Ez a kettő ugyanaz, mint az oltári tűz ragyogása és a lóáldozat. Ám ugyanakkor mindez az egyetlen Isten, vagyis a halál. Aki tudja ezt, az legyőzi az újrahalált. Azt nem éri el a halál, mert annak lényege lesz a halál, mert ama istenségek egyikévé válik. Hát akkor próbálkozzunk. Először is elmesélném a lóáldozatnak a történetét. Ez nagyon ősi eredetű, és nagyon sok népnél megjelenő áldozattípus. Indiában is jó ideig fennmarad. A lóáldozat lényeg egyébként az volt, hogy kiválasztottak egy fehér csődört a ménesből, és ezt szabadon eresztették. És amerre ez a fehér csődör kószált, azt követték a harcosok. A részint abból a célból, hogy amerre ez a fehér ló kószált, ott egy picit úgy háborúzgattak is, megsarcolták a ottani népeket. Részint pedig azért, mert a ló ösztönösen érzi, hogy merre vannak a jó legelők. Tehát követni kell, és akkor az meg fogja találni azt a helyet, ahol aztán az egész törzs legeltethet. Ez a fehér ló áldozat az a számunkra se ismeretlen. Szoktam mondani kicsit komolyan, kicsit viccesen, hogy az én őseim, akik zömében morvák voltak, mint hogyha belettek volna csapva egy fehér lóval, amiért aztán füvet és vizet adtak, és ennek következtében eljátszották a saját országukat. Tehát ez a lóáldozat felbukkan nem indogermán népek esetében, mindenféle nomád kultúrában. Érdekes momentum beszólni, hogy Indiában egy idő után aztán már elfelejtődött a lóáldozatnak a régi rítusa, míg nem, nagyon sok évszázaddal a letelepedés után az egyik hindu királynak eszébe jutott, hogy ezt jó lenne most akkor újra előhozni, és akkor egy kicsit rimékelni. És tartott egy lóáldozatot, úgyhogy eleresztettek egy fehér csődört, aki simán átkosszált a szomszédos Szeleukida birodalomba, ami már egy nagyon komoly városi kultúrával bíró, fejlett és nagy hatalommal bíró ország volt, úgyhogy lett is egy kisebb háború ebből, hogy minek jönnek ezek ide be egy lóval, és akkor ottan hódítanak, sarcolgatnak. Ebből a szempontból aztán a ló a legszentebb áldozati állat. Tehát a lóáldozat során minden porcikája szent, még a fűszálakra cseppent zsír is
az isteneknek felajánlott szent matéria. A másik fontos gondolat, amit felbukkan, és amiről majd egy külön előadás fog szólni, ez a legyőzi az újrahalált. Tehát aki tudja ezt a Prajápatinak bemutatott áldozatot, amúgy egyébként a legrégebbi időben messze menőkig nem Prajápatinak mutatták be, hiszen annak az Istennek a neve még nem is létezett. Aki tudja ezt a Prajápatinak szentelt áldozatot, a lóáldozatot, az legyőzi az újrahalált, az tulajdonképpen halhatatlanná válik. Érdekes, hogy a szanszkrit szövegekben az újra meghalás, punar mrityu, ez mint a hamarabb bukkanna fel, mint az újra születés. Nyilván a reinkarnációnak valami arhaikus képzete rejlik mögötte. A magyarázat pedig a következő, a isteneknek áldozó jámbor törekvő mennyei régiókba emelkedik, és ott kiélvezi a jó tetteinek a gyümölcsét, de ez idő után elfogy, és akkor visszahal a földre. Tehát meghal a mennyekben, és visszahal a földre, ahol életre kél, ahonnan aztán megint remélhetőleg egy magasabb szférába hal újra bele. Tehát itt a halál a központi fogalom. Nem is az újraszületéseket kell elkerülni, hanem az újrahalál, tehát hogy visszakerüljen az ember a földi világban. Még olyan ritusok is voltak, amik arra irányultak, hogy az ősök szellemét ott tartsák a mennyei szférákban, és ezért mutattak be az utódok áldozatot, hogy az istenek ne eresszék őket vissza a földi újraszületésekbe. Hát remélem, hogy nem fogom teljesen összekuszálni a kedves nézőket az, hogy bemutatok egy megint csak újabb teremtés mitoszt, ugyanabból az Upanishadból való, de újabb szempontokkal fog majd gazdagítani bennünket. És így hangzik. Kezdetben a világ a lélek volt egyedül. Egy ember alakjában. Az körültekintett, és önmagán kívül semmit se látott. Akkor felkiáltott a kezdet kezdetén, ez vagyok én. Ebből lett az én szava. Ezért van úgy mind a mai napig, hogyha valakit megszólítanak, az így válaszol, igen, én vagyok, és csak ezután mondja a többi nevét. A lelket ezért hívják embernek, mert minden bűnt előre elégetett purva us. Megint ez a szakrális etimológia. Bizony, aki tudja ezt, az elégeti, aki elébe akar kerülni. Hát ugye a lélek szó az az átman, ami azt is jelenti, hogy ő maga, tehát fordíthatnánk így is, kedve a világ, ő maga volt egyedül, egy ember alakjában. Ez megint nagyon régi időkre visszamenő elképzelés, hogy a világ tulajdonképpen nem csak hogy egy emberből lett teremtve, hanem maga is igazából egy hatalmas ember. Ezt a nyelv emlékei is őrzik. Ilyeneket mondunk, hogy a hegyek gerince, vagy a folyók torkolata. A német werwolf, amit vérfarkasnak fordítanak, az nem vérfarkast jelent, hanem emberfarkast. Tehát az ógermánban ez a ver szó, ami a mai németben is létezik, ez azt jelenti, hogy aki egy ember. Az angolban is egyébként a word szó ugyanezt a ősi vert őrzi. Vagy a németben a welt világszó, eredetileg, még a középkor elején, Werte-ként hangzott, tehát szintén az ő, az ember értelmében. Tehát így születik aztán majd a léleknek a purusa, ember, illetve átman önmaga szakszava. Nos, ha már így eljutottunk a lélek fogalmáig,
Akkor nézzük meg, hogy hogyan is folytatódik ez. Megint ellentmond majd egy picit az eddigieknek, de hát ugye ezt már többször említettem, hogy nem szempont. A lélek félt, ezért fél az, aki egyedül van. Azt gondolta, mitől is félek, ha rajtam kívül nincsen semmi más? Bölcs gondolat. Akkor elhagyta a félelem, hiszen mitől is félhetett volna? Mert félni csak egy másiktól lehet. Azért ebben van egy nagyon fontos gondolat, hogy nem sokára majd elindul a teremtés, de nem félelemből, nem a magányból indul a teremtés, hanem mert ám a léleknek nem volt öröme, ezért nincsen öröme annak, aki egyedül van. Akkor egy másikra vágyott. Akkora volt, mint egy férfi és egy nő, amikor összeölelkeznek éppen, ketté vágta magát, ebből lett a férfi és a nő. Ezért vagyunk önmagunkban csak felek, amint azt Járnyavalkja magyarázta. Ezért az asszony tölti be az űrt. A lélek szerelmeskedett a nővel, ebből lettek az emberek. Most a hölgyektől egy kicsit elnézést kérek a régiek nevében is. Hát ebben az időszakban azért meglehetősen férfi központú volt a bölcselet is, meg a filozófiai gondolkodás is. Nyugodtan meg lehet cserélni. Tehát akkor a nő lélek teremtette a férfit, és azt töltötte be az űrt. Ám az asszony így fondorkodott. Hogyan is szerelmeskedhet vele, amikor saját magából teremtett? No hát, áruhát öltök. A nő tehénné változott, a férfi bikává, és szerelmeskedett vele, ebből lettek a csordák. A nő kancává változott, a férfi csődőré, a nő szamárkancává, a férfi szamárcsődőré, és szerelmeskedett vele. Ebből lettek a hasítatlan patájúak. És itt most tulajdonképpen felolvashatnám a brém összeset, tehát most hát tudjuk, hogy miből lesz a petymeg, a gnú, a rókalepke. Újabb és újabb formákat tölt ez a dualitás, ez a kettősség, és ezáltal létrehozza ezt a mérhetetlen gazdag élővilágot. Így történt tehát, hogy a lélek minden párosat megteremtett egészen a hangyáig. Hát ugye ennek a szerintem nagyon szellemes elemnek a fontos motivuma elhangzott már. A teremtés voltaképpen az öröm, a boldogság vágyából történik, és ez a teremtő principiumra, ebben az esetben az átmára éppen úgy érvényes, mint a földi emberekre. Akkor egy kicsit kavarjunk még a képen. Nem fogom természetesen az összes upanisát, összes teremtés mitoszát felolvasni, de találtam még egyet, ami megint egy újabb és fontos szempont lehet. Hát itt gond nélkül kezdetben a világ víz volt. A valóságot a víz szülte. A Brahman a valóság. A Brahman megalkotta a Prajápatit, a Prajápati az isteneket. Az istenek a világok, a valóságnak szentelődtek. A valóság három szótagból áll, sati, am, ez egyébként nem igaz, kicsit megtolják azt a középső szótagot, hogy kijöjjön a tanítás, ez igazából két szótagú szó. Az első szótag a sa, a második a ti, a harmadik szótag az am. Az első és utolsó szótag a valóság, ami középen van, az valótlan. A valótlant két oldaláról valóság fogja közre, így lesz egyetlen valósággá a lét. Ki tudja ezt, annak nem árt a valótlan. A valóság a nap. Az az ember a napkorongban, és az ember a jobb szemben egymáson alapul. Az a napsugarak révén alapul ezen, ez az életerők révén alapul azon. Ha ez távozni készül a szemből, tisztán látja a napkorongot. A szemébe tűző nap nem kergeti vissza. Hát na, ez egy nagyon szép költői szempontból is értékes részlet, és egy nagyon fontos gondolat van benne, ami számos variációban felbukkan, mégpedig az, hogy az egyetemes, az univerzális, az voltaképpen nem különbözik az egyeditől, az individuálistól. Egészen konkrétan úgy képzelték el, hogy a napkorongban, vagy a napkorong mögött még inkább az istenségnek az arca látható. Ezt az ember az ébrejéti világban azért nem tudja megtapasztalni, mert nem tud a napban nézni. Visszakergetik a napsugarak.
De amikor meghal, akkor már nem fél, nem retten vissza a fénytől, feltéve, hogyha egy tudó ember hal meg, és akkor viszont a napsugarak révén eljut ebbe a transzcendens világba, eljut a napon túli istenséghez, aki egyébként lehetett Púsan, vagy később Brahman, vagy tulajdonképpen bármelyik istenség neve ide behelyettesíthető. A napkorunkban lévő ember feje a föld. Szanszkritú ez úgy hangzik, hogy búr. Egy feje van, ezért egy szótag ez. Megint jön ez a szakrális etimológia. Karjai a levegőig, buvah, két karja van, ezért két szótag ez. Lábai az ég, szuah. Tehát ez sajnos megint nem igaz, mert a szó igazából szvah, tehát az egy szótagos. De hát ugye két lábunk van, muszáj egy picit megnyújtani. Két lába van, ezért két szótag ez. Titkos neve a nappal, elveti és megöli a gonosz, ki tudja ezt. A jobb szemben lévő ember feje a föld. Egy feje van, ezért egy szótag ez. És akkor visszaismétli, amit az előbb a napban lévő emberről mondott. És ezt a ember, mint univerzum tükörkép gondolatot én most egy ismeretes európai rajzzal próbálnám érzékeltetni. Ez a rajz tulajdonképpen jól illusztrálja mindazt, ami tanulságot az ismertetett teremtés mítoszokból érdemes levonnunk. Az első és legfontosabb gondolat, aminek nem árt, ha mindig tudatában vagyunk, hogy a teremtés az rajtunk keresztül zajlik. Nem csak egy régi, archaikus emberen keresztül, hanem minden ma élő emberen keresztül. Tehát részesei vagyunk a teremtésnek, mert az nem a múltban történt meg egyszer, hanem folyamatosan zajlik, zajlik, zajlik. Például abban, ahogy a világra rátekintünk, vagy abban, ami ennél a világot tesszük. Az a gondolat is ide tartozik, hogy a teremtés az egy folyamatos meghalás. Még az Isten is belehal részint a teremtésbe. És a teremtmények, a halandó teremtmények pedig visszahalnak Istenbe. Tehát az örökké valóság és a múlandóság egymásba váltanak. És az a világ, amit tapasztalunk, nem csak a régi mítikus gondolkodásban, de ma is, tökéletes tükörképe annak az embernek, aki ebben él. Tehát nagyon nem mindegy, hogy miként teremtjük ezt a világot. Miként veszünk az isteni teremtés részese. Köszönöm szépen a figyelmet!